Itt vagyunk az iskola nevezetű szórakozó helyen, ahol a 89 After című dalpályázatnak az eredményhirdetésre várható. Fiatal zenekarokat kértek föl mindenféle műfajból arra, hogy az elmúlt 25 évet és hogy viszonyulnak a rendszerváltáshoz, vagy az azutáni világhoz értékeik dalban. 89-ben az eltás, pajtás, Boskai kezdte a rendszerváltást. Jött a glászmosztja, belesztrojka, és nyáron a mártír Nagy Imre sírja, mellett kiáltott a ruszkik haza. Egy lancsos fiatal demokrata, az eka összeállt, négy igenes peret, tessék választani, Tavarisi Konyert. Alapvető kérdés volt a zsűrizés előtt az, hogy vajon mi alapján fogunk dönteni, hogyha mondjuk a zene jobb, mint a szöveg, akkor azt értékeljük-e, és fordítva is. És ez a probléma valóban felmerült, mert sok olyan pályamű érkezett, aminél az egyik volt kiemelkedően jó, tehát vagy a szöveg, vagy a zene, de a másik viszont haloványabb volt. Végül egyértelműen a szöveg volt az, ami inkább segített a döntésben. Tehát ha most itt túlzottan pozitív gondolatok jelentek volna meg, akkor azt mondanám, hogy ja, hát be akartok nyalni valakinek itt. Valahol várjátok, hogy majd ezért aztán lózungot kaptok. Nem. Én úgy gondolom, hogy nagyon helyes, hogy ők kritikával állnak hozzá, sőt, jó, a gyerekeim nem fogadják el minden kritika nélkül, amit én gondolok. Az más kérdés, én persze bölcsen arra gondolok, hogy nem vagy még 5-10 év, aztán rájöttök erre, hogy ez nem így működik. De különben nem mozdulna a világ előre, ha nem hagynánk, hogy a fiatalok az ő érzéseik szerint forradalmat csináljanak. Látod, nem nyílnak a völgyben a kerti virágok, nincs föld, nincs fa az ablak előtt. Nézed a latyakos téli várost, már hó takar áll a korvintetőt. Hát, egy ilyen tematikus kiírás van, hogy a rendszerváltás, akkor abból nagyon adódna, hogy akkor majd meghallgatjuk, hogy csak szövegileg a dalokat, de miután dalpályázat lett kiírva, tehát én úgy tekintettem rájuk, mint dalokra, úgyhogy zeneileg is számítottak, hogy milyen megoldások voltak benne. Egyértelmű volt, hogy melyik azok a számok, ahol a zene és a szöveg tényleg együtt működött. Különböző műfajokban jöttek ilyen jó ízléssel megcsinált, a saját könnyű zenei hagyományukat jól ismerő és arra ügyesen reflektáló, ügyesen válaszoló számok. Általában azt lehetett megfigyelni, hogy azok voltak jók szövegileg is, amik zeneileg is. Mert ez egyfajta intelligencia kérdése, vagy a műfaj ismeretének és a műfajban való újat alkotás képességének az összege az, ami kiemel egy számot a többi közül. Megtalállak az éjszakában, majd azt hazudom, hogy csak erre jártam. A fények a sötétben rajzot írnak, miért engem néztek, radírnak. Jön a mentő, kérdem, elviszel? De csak rázza a fejét, hogy nem viszel. Az orvos lusta, a rendőr béna, a kutyáknak hús és a lónak széna. Ha mindenki alszik, mi ébredünk, a ti estétek, ami reggelünk. A ti estétek, ami reggelünk, ébredünk, ébredünk. Érthető az, hogyha van egy nagyon bonyolult, nagyon sokat mondó szöveg, amire az embernek figyelni kell, akkor amellett nem fér el egy bonyolult zene is. Amellett az a jó, hogyha a zene az egyszerű és hatékony, és akkor lehet a bonyolultabb szövegre figyelni. Úgyhogy valahol ez érthető, hogy ilyen pályaművek születtek, és számomra ez nem jelentett csalódást, sőt. A roma csapat az valami fantasztikusat írt, és végre nem arról szólt ez a dolog, hogy mindegy, régen már hallottam egy-két olyan felvételt, amiben büszkén mondták, hogy megyünk lopni. Na most, az rossz üzenet. De ebben egy nagyon pozitív üzenet volt. És én ezt nagyon értékeltem, hogy ők ezt bátran fölvállalják. Gyerünk, ne add fel! Aki hagyja magát, megtűrni az ember! Leszeged a fejedet, az vegye meg veszekedet! Egy valamit nem vehetek el, tűr ez az eszedet! Kitakarítok, kiteregetem a szennyet! A lefelekkel lekítem a jegyedet, az egyet! Fogd már fel végre, hogy a kitűnő a félsz! Mert csak így érheted el a közepesenét!